Balkáni körútjának utolsó állomására kedden Észak-Macedóniába érkezett Ferenc pápa. A többségében ortodox vallás országba először látogatott el a katolikus egyházfő. Az egykori jugoszláv tagköztársaságban mindössze 15 ezer római katolikus él. Fontos üzenete van a pápa balkáni körútjának, nyilatkozta az Euronewsnak Észak-Macedónia korábbi vatikáni nagykövete. A szófiai és a szkopjai látogatás után a hónap végén Ferenc pápa a romániai fővárosba, Bukarestbe utazik. A közös ezekben az államokban, hogy a katolikusok kisebbségben élnek az ortodox többség mellett. Ferenc pápa ezért is tartotta fontosnak, hogy személyesen találkozzon a katolikus közösségekkel, és egyben felhívja mindkét egyház képviselőinek figyelmét a párbeszéd fontosságára. A látogatás másik fő célja, hogy mutassa a Vatikán elkötelezettségét az európai egység fontossága mellett, és ezzel is támogassa Észak-Macedónia Európai Uniós csatlakozását. A Szentszék és a vatikáni adminisztráció számára kiemelt fontosságú az európai egység, mondta Észak-Macedónia egykori vatikáni nagykövete. Ez az egység szükséges ahhoz, hogy a kontinens meg tudja őrizni és védeni keresztény gyökereit és értékeit. Délután a katolikus egyházfő koszorút helyezett el a Szkopjéban született albán nemzetiségű kalkuttai Szent Teréz szobránál. A Nobel békedíjas 1997-ben elhunyt apácát 2003-ban II. János Pál boldoggá, 2016-ban Ferenc pápa szentté avatta. A pápa minden bizonnyal hallotta, és most a saját szemével is meg akar győződni arról, hogy miként élnek békében egymás mellett a különböző felekezetek Észak-Macedóniában, nyilatkozta Teréz anya unokaöccse. A pápa látogatása egyben elismerése is annak, mondta, hogy ebben az országban minden erőfeszítés nélkül békében élnek a felekezetek. Ahogy az Euronews tudósít összefoglalta, Ferenc pápa háromnapos balkáni útjának legfontosabb célja, hogy a személye hidat képezzen és közelebb hozza egymáshoz a keleti és nyugati kereszténységet.